Úristen, hogy nézek ki. Nem is mondtátok, hogy hogy nézek ki. Bazd meg, így elindulok a utcára. Megtámadnak a rajongók, mi a fasz lesz? Bazd meg. Hogy nézek ki? Most keltem volna főbe, az meg 2 perccel ezelőtt. Tele vagyok pattanással, meg kéne borotválkozni, meg be van gyulladva itt a fülem is, bazd meg. Hogy nézek ki? Úristen. Úgyhogy megyek PaySafe kárdot venni. Jó, mindjárt beszélünk róla a csapat. Halló? Még lent is lehet hallani a bulit nálunk. Na merre megyek? Várjátok már, mert én is tudom, hogy merre megyek. Megyünk PaySafe kárdot venni. Mert ugye... elfogyott a bankkártyáról a pénz. Szóval ez a PaySafe card most olyan, mintha bankkártyára töltenék fel pénzt. Kell a Dark Orbitra, mert utóbbi hetekben nem játszottam sokat rajta, azt elég szarul áll a menet. Ki kéne vinni, ma 3 zétán számoltam, mert annyi úrit veszek. Először egy 2000 forintos PaySafe cardot veszek. Aztán még egy 2000-eset. Vagy gondoltam rá, hogy akkor már inkább adok hozzá egy 1000-eset, és akkor veszek egy PaySafe károt, de 5000-es feltöltéssel. Kicsit jobban hangzik. Mert prémium is 12-én fog lejárni, ugye 30 napig érvényes. Le fog járni 12-én. Addigra még nem biztos, hogy kapok fizetést, szóval akkor venni kell. Úgyhogy akkor gondoltam, veszek már egy 5000-eset, és akkor... és akkor abból 1000 forint a PaySafe, vagy PaySafe, félrebeszélek. 1000 forint a prémi, 890 pontosítva. Többiből meg 1400 valamennyiből meg feltek, vagy 1100 valamennyi marad. Abból meg mehetek urit. Kb. De jó felé megyek én egyáltalán? Abból meg veszek urit. Kb. 230 ezret. Abból kijön 2 zéta. Plusz még egy, ugye, mert a mostani, most kijön egy, ahhoz 5 rész kell. Szóval, ha úgy számoljuk, hogy 100 000 uriból jön ki 1 zéta, akkor ugye 200 000-ből kijön 2, plusz még marad egy olyan 30 000 urim. Azt meg elgégézem még, és akkor hát a kijön 5 rész a mostani zétámhoz. És akkor kijön 3 zéta. Azt mind kiviszem ma. Abból visszajön egy olyan 150 000 uri. Abból plusz még egy zéta ki fog jönni simán. Meg még egy fél. Szóval olyan 4-5 zétát ma ki fogok vinni. És mivel ma X4 nap van, vagy X-Live, faszom, milyen nap van ma? Lesz 4 nap, így kapok kulcsot. 25 jön egy zétánál. Akkor, hát ha kiviszek 4-et, akkor lesz ugye 100 kulcsom. Ha most 100 kulcsból egyet már kéne, hogy adjon, szóval egyen lesz 4-et, biztos, hogy gazdagabb leszek, ha nem többel. Reméljük, hogy ki fogja, mondjuk múltkor se adt, aki 1000 rohadt kulcsból egy rohadt darabot nem adott. Úgyhogy... ott a Podika. Podikának a kicsie. 5 percet dumálnak, jó van. Van még időm, de jó fele megyek egyáltalán.
Nem, mintha jó felé mennék, azt tudom, merre van a bazdeg a benzinkút. El kell menni a Kukutyimba. Mehettem volna a busszal is, csak az nem annyira izgalmas. Úgyhogy ma meg kell borotválkozni. Meg tusolok, rendbe rakom magamat, mert ez borzasztó, hogy szét vagyok esve. Szóval ez van. Az a lényeg, hogy pótlunk ma. Szabad napom van, ugye? Mondom, akkor mit csinálnék szabad napom, ha nem egész nap játszok? Az a ciki az egészbe, hogy ugye tegnap kihagy, tegnap, múlt héten kihagytam 5 napot, ugye a pécsi kirándulásom miatt, 5 napig nem déóztam, visszaestem 10 rangot, szóval most már 627. vagyok a nem tudom hány millió játékosból, jobb az neki, el van kerítve, eltévedtem. Mindig az a lényeg, hogy benne vagyok a top 1000-be. Nagy élmény lenne, ha a top 100-ba benne lennék, azért ez elég durva. Vannak durva, aki a top 10-ben benne van. Nézzétek, már ijászkodik a gyerek. Ijászkodik. Nem tudom, mennyire látszik. Most nézzétek gyorsan. Látod? Ijászkodik. Végül is 8 perces sétálok. Az a baj, hogy 17 perc alatt túl se járom meg. Ha megjárnám, akkor jó lenne. A oda-vissza utat, ugye? 17 perc alatt, meg 17 percnél, ugye, kikapcsol. Nem kapcsol ki, meg semmi, meg se szakad, meg semmi. Csak veszi ugyanúgy tovább. Egybe veszi a mondjuk 40 perc, vagy 50 perc, vagy mennyit tudok még felvenni, 57 percet. Egybe veszi, csak hogy ő aztán külön vágja, mikor feltöltöm a gépemre, akkor külön vágja, mert külön érzékeli. Szóval olyan, mintha kikapcsoltam volna közben, de amúgy nem kapcsoltam ki, csak ugye úgy van beállítva, azt hiszem, hogy megadott gigabyte mennyiséget, vagy megabyte, hogy a fazba van, ne haladja túl. Ugye? És akkor mondjuk 17 perc valahánynál megszakad, és akkor olyan, mint a kettőbe vettem volna föl. És akkor ilyenkor kell egybe vágni, ami kurva szar érzés, mert egy 17 perces videót 30 percig szerkesztene, vagy egy 20 perceset 40 percig szerkesztené, azt fele idő alatt meg felmenne YouTube-ra. Többet kell várni a szerkesztésre, mint a feltöltésre.
és az elég szar érzés ilyenkor, úgyhogy... Úgyhogy nem tudom, na mindegy, megyek a boltba. Boltba? Hát az izébe megyek. A benzinkútra. 10 perc. Hol van még egy olyan 7-8 percünk? Csak mondom, nem akarom megszakítani, mert akkor... Bazd meg, innom is kell. Szomjas lettem a sok beszéléstől. Ez az allergia is ugye kijött már megint, ez úgy, mert olyan helyeken járok, ahol tele van pollennel, meg fákkal, meg bokrokkal, meg növényekkel, meg fűvel, és ezek mind izék. A légúti cuccokat ugye a torokba, meg az orrba beférnek azok a kis szarok, ilyen kis sejtek, és akkor azok ott letapadnak, és akkor ezáltal a gyulladást okoznak. És akkor ilyenkor szokott lenni torokfájás, vagy orr, folyás. Szóval ilyenkor szenvedni szoktam eléggé. Ezt a bicikli utat, aki ezt csinálta, most erről beszélek, elég szarú csinálták. Sose értettem, hogy mi van ez így. Elég szarú van megcsinálva. Vagy a kómába, az meg olyan az érzés, tényleg ilyen kómás hangulatom van. De tényleg ez azért van, mert ugye most keltem föl, mert igazi spanyol pezsgőtől kicsit sokat ittam a kelleténél. Felbevágott rendesen, alig látok ki, azt tudom, hogy merre vagyok. Nem baj. Négy percét tartunk, gyerekek. Gyerek azt vágta, hogy mit fogok. Szerepelt is benne, szerintem benne lett a feje. OMV. Na, elérkeztünk idáig. Kicsit sietek, akkor még pont belefér a 17 percbe. Annyi, hogy bemegyek. Az, hogy a pultnál fogok ottan kéregetni, és ez hülyén hangzott, az nem lesz benne. Úgy akartam kifejezni magamat, gérnézét.
cucc kombósítását. És 5000 forintosat vegyek, vagy 2 darab 2000-eset, nem tudom melyiket. Attól függ, hogy akarok-e prémit venni, vagy nem. Vagy megvárom a 12-ét. Csak azt nem tudom, hogy ez hogy van. Hogy ha veszek prémit, és mondjuk még van 12-11 napom van hátra, hogy akkor most beleszámítsa, tehát akkor eltörli a 11 napot, és akkor újra kezdi a 30 nap számolását, vagy akkor hozzáadódik a 11 nap, és akkor nem 30 nap lesz, hanem 41 nap a következő határidő. Nem tudom, hogy van, mert úgy lenne normális, ha 41 nap lenne, nem pedig eltörli, és akkor újra számolja. Mert ha véletlen kettőt veszek, akkor kettőt veszek 30 napra. Na mindegy, jó van. Mentem be. Csó, majd még visszafelé lehet, hogy valamit beszélek. Na, meg van véve. 5000-es, na. Beszélni tudni kéne. Csak hát 3-4 deci spanyol pesgőtől már nem nagyon tud az ember utána beszélni. Azt hittem elüt bazd meg a motorjával. Itt halok meg. Egy GoPro-val, meg egy 5000-es PaySafe card-dal együtt. Jó járna, aki megtalálna. Egy az, hogy egy izét látna, ha ismerne, nyilván. Ha egyik nézőn találna meg, akkor... Na, mondjuk mindenek két oldala van, én mindig ezt mondom. Egyik oldala lenne az, hogy... Jaj, szegény meghalt, a másik meg, hogy... Mit akartam ebből kihozni? Lehet, hogy több időbe fog telni, de én nem megyek az emberek között. Inkább az meg bemegyek az erdőbe, az keresztül megyek az erdőn. Mint hogy emberek között járkáljak, mert rosszul vagyok nagyon. 2 perc is el fogok ájulni. Főleg, ha még egy ember velem szembe jön. Hú, bazd meg. Kár volt nekem kijönni. Maradtam volna otthon. A gép mellett ott legalább jó vagyok. Egy darabig aztán ott is rosszul vagyok. Akkor inkább aludni kéne. Tehát tényleg fogok egy olyan napot rendezni, hogy alszok. Nem kelek föl, alszok egész nap. 24 órát keresztül. Max ha fölkelek, mert nyilván föl fogok kelni, mert azért egy ember nem képes 24 órán át keresztül aludni. Csak ha be van kómálva. Azért csak így kijutottam az emberek közé, hát beszarok. Semmelyik nem jobb, mert kétféle módon lehet hazamenni. Egyik se jó. Már sose lesz zöld. Még a térdem is leízadt, bazd meg a könyökem is. Anyád a dudáján.
az nagyon leízadtam. Hazamegyek, én megyek, leszusolok. Nagyon rosszul lettem, és rájöttem, hogy az emberektől ízlok. A látványuktól. Sokkos állapotba kerülök. Stressz, a stressz hozza ki belőlem, amúgy rájöttem. Nem bírom ki, rosszul vagyok. Bazánk jobbról-balról vannak emberek. És ilyenkor szoktam egy pontot kiválasztok magamnak, és arra nézek, és ez még rosszabb, rájöttem. Mert ha nem hamar ránézik az ember, akkor legalább tudnám, hogy tényleg engem néz, vagy csak én vagyok hülye, hogy beképzelem, hogy néz engem mindenki, bazd meg. De nem. Muszáj egy pontot kiválasztani, amit csak nézek úgy, de különben rosszul leszek. Most is nem tudom, minek jöttem annak a háznak a mögébe. Pont azért, hogy ne találkozzak emberekkel az úton. Hú, ott kell nekem menni. Na, jó van, ha ott mennék, az úton mennék, nem az úton, hanem ott út mellett mennék, akkor ott autók járnak, biciklisek, emberek. Itt meg max egy emberrel futok össze, vagy kettővel. Ott meg 80-nal összefutnék, bazdmeg. Nem akarsz elvinni a motoroddal? Figyelj már el. Az a baj, rossz irányba mész. Ez a híres iskola. Na, majdnem elestem egy makkon. Vagy mi volt ez? Na mindegy, inkább arra gondolok, hogy kiviszek 5 szétát. Mekkora lenne már? Kiviszek 5 zétát, még 4 havok hiányzik a full havokhoz, ugye a 10 drónhoz. És mind az 5 adna, mármint hogy elég lenne a 4 adna. Az is elég lenne. Mind a 4 ad, utolsó 4 kiadna egyből. Mekkora lenne? Na, átmegyek, mert ott tűnek. Kénytelen vagyok átmenni a kutyaszarba. Hova jutottam én, bazd meg? És rájöttem, hogy mi van, mert nincs meleg, hanem inkább ilyen, hogy mondják, ilyen párás füllet. Izé van a sok eső miatt, ugye lerakódott, tehát ilyen idő van az esőerdőben is. És azért tűnik olyannak, mint a meleg lenne, de nincs meleg, csak párás levegő. Nézd a macskát, nem tudom mennyire látszik. Mindjárt ugrik, aztán hívják a tűzoltókat, hogy kiugrott a macska. Én a Pécsen a
ötnapos táborban én rájöttem, macskát játszottam. Mert ugye az emeletes ágyon laktam, aludtam, és bevallom őszintén, hogy háromszor estem le, de mind a háromszor talpra estem. Magam alá húztam a lábamat, azt úgy mentem le, gugolva estem le, 2 méterről. 2 méter vagy 3 méterről leestem. Na, nem baj az. Nem baj az. Na, hol vagyok? Már én is tudom, kóvágok így össze-vissza. Nem tudom, jobbra vagy balra menjek. Mindegy, engem, mondom, ez nyugtat. Hát, ha kiszámoljuk tényleg, most ha úgy számolom, hogy nem tudom abba hagyni ezt a témát, mert visszafele már nem erről akartam pofázni. Nem baj, a dárkorbitosok legalább örülnek neki, hogy beszélek róla. Szóval, hogy 230 ezer úri mondom, 30-ból kiadja 5 részt, akkor 1 zétát. 1 zétát számolj föl, abból visszajön 50 ezer úri. Számolt bele, hogy kedvezményem is van, ugye? Meg prémium is, szóval 30%-kal már olcsóbb, szóval 1 GB, szóval 100, nem 100 úri 1 GB, hanem csak 70 úri. Szóval akkor még több esélyem van. Igen, az 1 zéta. Még van 2, ami kijöhet. Azaz 3 már. Abból is részem egy 100 euróli, az már 4. Hát 4-et simán ki fogok vinni. Ha kicsit jobban vagyok, szerencsésebb, akkor 5-öt. Hát 4-et vagy 5-öt ki fogok vinni. Na, van szélza is végre. Elkapta a kutya. Megkergette biciklivel. Na, mi a biciklit? Na, érted? Szóval a biciklis kislány megkergette a kutya. Csak azt nem tudom, hogy hány óra van. Szerintem már nekem jön bazd meg biciklivel együtt. Miért lett ilyen kozás a képernyő? Oda még pamacsot akarok menni, meg ilyen, de... Tizenhat óra van. 18 vagy 19-kor lesz MHH. Ugye? Vagy 8-kor. Vagy ha nem lesz ma, vasárnap, akkor majd jövő hét vasárnap lesz. Azt addig megmarad a pénz. Na, hol menjek? Na, itt megyek a házaknál. Házak mellett. Akkor nem érhet baj, maximum rám dob valaki egy izét, tévét. Az még a legkisebb probléma.
Mi van, eszed a kenyeret? Kenyérkét? Eszi a kenyérkét. Tényleg kiszállt a torkon. Tehát a párás időt. De nem akartam ma ilyen hosszú videót csinálni. Mert elfő ma is hosszú csinálok. De figyelj! 20 perc volt, mire odaértem, meg 20 perc, mire vissza, az már elebb alapban 40 perc. Né tartunk. Jobban kikapcsolom majd. Fönn találkozunk. De a GoPro az már nem hallja, az már süketebb, mint egy ember. De fáj volt. Nem is fáj, hanem leízott. Nem látszik, hanem én érzem belőle, hogy leízott a lábom, teljesen mindenem leízott, folyik rólam a víz, rosszul vagyok. Megyek lefele, tusolok a francom. Ezt nem majd fődöltem, mikor letusoltam szépen, megszépítkeztem, megborotválkoztam. Kicicomáztam mindent, aztán készen állok a randevúra. Randizunk a Dárkort, itt van egyet. Találkán. Találkán van este 7-kor a Dárkort itt a... Fú, gyerekek, most azon gondolkozok, hogyha én most elkezdek rendelgetni, akkor 7-től rendelek mondjuk. Hát gyorsan megvan, csak hogy aztán ki kell vinnem egy zétát. Az egy óra. Akkor 8-kor megvan az egy zéta. Utána kiviszek még egyet, az még egy óra, akkor már 9-kor van meg az éta. Aztán kiviszek még egyet, akkor már 10 óra, akkor fogom a harmadik létámat kivinni. 23 óra. 0 órára végzek a 4 létával, az biztos. Most meg nem az, mert van, mindig van valami. Valamikor az van, hogy nincs úri, most meg az a baj, hogy van úri, csak időm nincs kivinni. Vagy nem úgy idő, hanem kedvem, de ez a 4 létet egymás után elég fárasztó kivinni. Ez nem nagy valami. Gyere, Pudli! Várjál, berakunk egy zenét. Ha kikapcsoltam a gépet, akkor nem rakunk be. Akkor nem rakunk be. Dudja. Dudja. Na, el Ludvigon, mert ki kéne pakolni a zsebemből. Mi az? Menjünk le pisilni kakilni? Menjünk le? Menjünk le, hogy mit akarsz? Jöjjünk, megkapcsolt a gépet. Nem is tudom, hogy ott fölkelni valami zenét nyomni, na az inkább. El kell menni, hogy soha mit akarod, arra is nem is tudom, hogy ott basz meg. Ne harapj! Fejezd be! Akkor hagyjál úgy, mert fájtő. Kifárasztott a világ. Fúj, ne csopolj rá sem. Nyalod, mit nyalsz? Jó. Ja. Sebemet nyalod, ügyes vagy, jó vagy nem vagy. Legalább meg, hogy itt tudok nyalodra.
mondják, hogy ha van valami sebed, akkor meg kell nyalni a kutyának, azt akkor meggyógyul. Vagy saját sebeidet nyalgatod, az is jó, az a mindegy, mint tök mindegy, az lenne, hogy nyál legyen rajta, az kész. Azért szokt van ez a mondás, hogy a sebeidet nyalogat, mert akkor gyógyul. Mindegy, a nyálnak, hogy valamilyen gyógyító hatás vagy. Tegnap kiraktam a szúnyog csípésemet, azt nyalogatja. Jó éjes lehettem, nem? Haragtam a saját. Te tényleg egy ekkora darabot kiraktam a kezemből. Így, mint a kanibálok így. Tényleg kiraktam, mert annyira viszlet, hogy már rosszul voltam. Igaz, Ludikán, de ne nyarnál, most már csípi már, mert sóse nyálod. Mit tettél, sós csírtél? Ludvigó! Na jó éjszakát, asszok! Asszok! Ludusi! Nyugalomra vágyok! Büdi a szállt, azt tudod? Mert most sem fogok. Most ki a fogadat. Most ki a fogadat. Kimosod? Mosjuk ki együtt. Ne haragjál, ne nyomjál, hagyjál békén. Fogadat kéne kitérni. Hova mész? Ne menj már el. Nagyon jó, takítél rajtam. Ja, amúgy megy a kamera. Ha bocsi voltok, meg is felelkeztem. Most fölkények kelljek, hogy kikapcsolva. Most vagyok, kikapcsol. Most való világot nézünk, jó? Ez itt most a való világ. Édes párlat. Úristen. Sós párlat nincs. Tényleg én keverni akartam valami koktélt. Amit kaptam szénakon abból a cuki kis könyvből. Vannak jó koktélok, csak alkohol nincs hozzá. Majd veszünk a Gizmérinek egy kis cucc bombósítását. Gizi, meg Gizi bácsi, de csak őket kell nyom. Gyerek, meg hogy kikapcsolja a kamerát. Ludvikon, figyelj csak, Pudi. Figyelj csak ide. Nincs kedve kikapcsolni a kamerát. Még ha ki is tudnám legalább kapcsolni. Úgy, mint a Garfield. Beveri a fejét a könyves polcba, lebillen a távkot, csak most nem a távkarcs billenele, hanem a GoPro billenele. Elkapja, benyomja, azt megáll. Hogyha kis majmom lenne, ilyen kicuki kis majmom, el akartam hozni amúgy Pestről az állatkertből, már írogatnak rám amúgy Facebookon. Azt a cuki kis helyen majmot elhozhattam volna. Itt lett volna mindig a vállamon. Kellett volna valami innen cuccot. A szekrényről jön. Felugrott volna, megfogta, tudjátok a majom, amúgy tud fogni tárgyakat. Megfogta volna, idehozta volna nekem, kikapcsoltam volna. Van is valami ilyen GoPro felvétel, a GoPro csinálta. Eredeti minőségben. Tesztelték, hogy a majom ellopta a GoPro-t, azt hiszem, hogy valami ilyesmi volt. Kamerát a srác az erdőben. Ráugrott egy majom, azt ellopta a kamerát tőle, a lopos majom, mert ugye a majmok a lopnak, és ellopta, és elszállt a GoPro-ba, aztán utána szaladtak, meg elvették tőle, és felrakták a YouTube-ra, és tök jó felvétel lett, tényleg a majom, ahogy végig rohant az erdőbe a fák között a GoPro-val, fogta így a kis kezivel,
már a végén már rágta is amúgy rágcsárta, csak benne rajta volt ugye a tok, és akkor ilyen műanyag cuccot nem tudta elrágni. Az ott a szerencse, és úgy találták meg a szálból, hogy az itt, hogy kaja. Beszopta a kis majom, mert nem kaja, azért ilyen főkére kell. Nem tudom, főke, elment az erőm, gyerek, egy baj van. Hogy fogok inni, ma négyzetlétát kivinni. Na majd holnap. Húzzatok! 9 perce megy. Elmentem tusolni. Leesett a pálna. Erre is lusta vagyok, hogy lehajolja. Na, hogy bazd meg. Biztos, hogy nem fogok lehajolni. Majmot játszunk egy kicsit. Ennyi. Nekem a majom az ősöm, mint minden más embernek. Használjuk ki tehetségünket. Hát csó!